Sziasztok, üdvözlök ismételten mindenkit. Ugye múltkor telesírtam a YouTube csatornámat, kettő olyan videóm is volt, amiben a utasokkal kapcsolatban, hogy ugye az egyik az, hogy nem jelen meg, és akkor befenyített, hogy egyes csillagot ad a TripAdvisoron. Másik meg, aki ugye nem is az én utasom volt, bejelölt 4 csillaggal. És most egy olyan videót szeretnék, de ennek egy kicsit így az ellentétjét, hogy mi van az, amikor az utas hibázik, rosszul foglal be, vagy rosszul csinál valamit, és elismeri a hibáját. És hogy ezt hogyan reagálom le? Az történt, hogy én szúrópróba szerűen egyébként szoktam ellenőrizgetni a foglalásokat, mármint úgy értve, hogy ugye megnézem az időpontot, amire befoglaltak, és a hozzátartozó járat számot, hogy nagyjából az a gép mikor száll le, mert nagyon sokan ráhagynak több órát, van aki akkorra kéri a fuvart, amikor leszáll a gép, ami megint csak nem jó, mert ugye még legalább fél óra kell, mire kijön a kedves utas. És megnéztem, és délelőtt 10-re foglalt be egy holland úriember, úgy, hogy a gépe 11 óra 15 perckor száll le. Na most megtehettem volna azt, hogy leszarom az egészet, én kiállok 10-re, ott maradok 10.30-ig és lelépek. De úgy voltam vele, hogy úgy a korrekt, ha írok neki, és megkérdezem, hogy akkor most itt mi a fasz van. És rá egy pár óra múlva egyébként vissza is írt, WhatsAppon írtam neki, ugye megvan a telefonszáma, és írtam neki, hogy hát ezt vettem észre, és akkor most mi a helyzet. És akkor leírta az elején, hogy az ő gépe 11 óra 15 perckor száll le. Jó, én írtam neki, hogy ez azért nem lesz jó, mert nekem utána, tehát ő 10 órára foglalt be, a rendszer ezt szerint zárt be időpontot, nekem utána van egy másik fuvarom. Tehát ugye nekem kiközvetítettek egy másik fuvart. És írta, hogy mit lehet tenni, hogy ha esetleg, mert ugye írtam neki, hogy másik fuvaron van, meddig kellene neki várnia. Hát azt írtam neki, hogy az a nagy büdös helyzet, hogy könnyen lehet, hogy egy olyan délután 2-3-ig kéne várni. Amivel nem kamusztam neki egyébként, mert tényleg utána volt két fuvarom is, és és ha nagyon jól csinálom a dolgot, és minden kijön kopra, akkor akár fel tudtam volna venni őt 11-45 körül is. De annyira azért nem akartam, hogy mondjam, tehát így betáblázni magam, mert mi van, hogyha késik az a gép, ahonnan szintén utast várok, vagy mi van, hogyha az ő gépe még ráadásul késik, az lett volna amúgy a legjobb, akkor talán kevesebbet kell várni, és akkor jó lett volna a délután 2-3. És akkor írtam neki, hogy hát azt sajnos nem tudom megoldani, és akkor figyelj, nem az, hogy akkor adjam vissza a pénzt, meg ilyenek, hanem akkor a válasz az volt, hogy oké, köszöni szépen, akkor keres másik alternatívát, ez az ő hibája volt, és sajnálja. De elnézést kér tőlem, akitől a szolgáltatást megrendelte, akinek szolgáltatnia kéne neki, hozzáteszem, nem tudok, és ugye, mint mondtam, többször a szerződési feltételekben le van írva, hogy mit, hogyan tudok vállalni, és ezt nem tudtam volna sehogy. És ő kért tőlem bocsánatot, hogy rosszul foglalt, ami egyébként jogos és korrekt. És akkor arra gondoltam, mert ilyenkor szoktam azt csinálni alapból, csak neki meg kifejezetten emiatt, mert tényleg ilyen korrektül elismerte, hogy hibázott. És ugye azért is örültem neki, mert a pár nappal előtte volt ez a 4 csillagos értékelés, meg ugye az amerikai is, amelyik fenyített, hogy akkor most, hogy még a mai napig egyébként kérdéses az a dolog, hogy most akkor beírja az egyes értékelést. És ez ugye egy pár nappal előtte volt már itt ezek az esetek. És kifejezetten örültem, hogy valakinek a hozzáállása így korrekt a dologhoz. És akkor írtam neki, hogy írja le, hogy mert feltételeztem, mivel holland ezért nem egy ilyen nagyon európai körtúrát csinál, de írtam neki, hogy írja le, mikorra szeretne visszafuvart, és meglátom, mit tehetek. Tehát ugye akkor még nem tudom a dátumot, meg kell néznem, hogy belefér az időbe, meg ilyesmi. És leírta a dátumot, hogy akkor mikor lenne az neki optimális. És azt láttam észre, hogy teljesen jó. És akkor írtam neki, hogy ha akarja, akkor én átrakom erre az időpontra.
és akkor úgy meg tudjuk oldani a dolgot. Azt mondta, nagyon köszöni szépen, és tényleg sajnálja, hogy hibázat. Mondtam neki, semmi gond, örülök, hogy segíthettem. És akkor ugye bementem érte, egy idősebb holland házas pár volt, és amikor, hát nem beszélgettünk nagyon így az út közben, és amikor kiszálltak a terminálon, akkor ugye elköszöntek, kezet fogtunk, és még ott hozzátette, hogy sajnálja a komplikációkat, tehát sajnálja, hogy problémát okozott a dolog. Én mondtam neki, hogy semmi gond, és megkérdeztem, hogy akkor ez így jó volt, hogy így, persze, azt mondja, tökéletes, perfekt, és köszöni szépen. Úgyhogy ennyi, megoldottuk a dolgot teljesen korrekt módon, és én azt javaslom mindenkinek, aki ilyen munkát csinál, hogy főleg akiknek tud segíteni, és akikkel látja, hogy oké, hibázott, elcseszte, előfordul, benézte az időpontot. Ugye alapból az, hogy én vettem észre, tehát nem az, hogy ő egy nappal előtte ő észrevette, hogy akkor hoppá, itt van egy kis gebasz. Nem jövünk le, megyünk vissza, bocs. Szóval nem arról volt szó, hogy ő vette észre, nem én vettem észre, ugye, hogy van egy kis green bus. És látjátok, ennyi, így kell ezt csinálni. Akinek tudunk segíteni, annak segítünk. Csak ennyit akartam egyébként ezzel a témával, mert most ugye volt az a két videóm, ahol nem azt, hogy szittem az utast, csak elmondtam, hogy mik történnek. Úgyhogy most ez egy kicsit ilyen felüdülés volt, és kicsit úgy feltölti az embert, amikor ilyen korrekt emberekkel találkozik. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyit akartam. Sziasztok!